A szénmonoxid mérgezés az egyik legnagyobb veszélyforrás a fűtési időszakban, mivel a szintelen szagtalan gáz terjedését a lakásban nem lehet érzékelni, az érintetteken már csak a tünetek jelentkeznek. A Csongrád megyei katasztrófavédelmi igazgatóság tájékoztatása szerint azonban sokat tehetünk azért, hogy megelőzzük a bajt. Nagyon fontos, hogy a lakosok a tüzelő és a fűtőberendezéseket csak is szakemberrel ellenőriztessék, illetve hogyha meghibásodnak, csak szakemberrel végeztessék el a javításokat. Nagyon fontos, hogy különösen a fűtési szezonban mindig figyeljünk arra, hogy megfelelően szellőztessünk a lakásban, és a beépített szellőzőnyílások is rendben, tiszta állapotban legyenek, és működjenek. Nagyon fontos a megfelelő levegő utánpótlás a szénmonoxid megelőzése érdekében, a szénmonoxid mérgezés megelőzése érdekében. Főleg nyílt égésterű fűtőberendezések esetében ajánlott szénmonoxid érzékelőt is beszerezni. Ezek használatával kapcsolatban is vannak azonban olyan faktorok, amelyekre fokozottan figyelni kell. Mindenkit kérünk arra, hogy figyeljenek a gyártó által feltüntetett szavatossági időre, és a szavatossági idő lejárta után cseréljék le újakra ezeket a berendezéseket, hiszen csak így menthetnek életet. Ez típustól függ, de általában elmondható, hogy 2-3 évre szavatolják a gyártók ezeknek a készülékeknek a garanciáját, ezen túl már nem működnek biztonságosan, nem működnek megbízhatóan. Molnár Krisztina, megyei katasztrófavédelmi szóvivő hozzátette, ezeket az eszközöket a fűtőberendezések közelébe, vagy pedig abba a helyiségbe a legcélszerűbb elhelyezni, ahol az éjszakákat töltjük, ahol alszunk. Mindenképpen pozitív statisztika, hogy az elmúlt években egyetlen halálos szénmonoxid mérgezésről sem lehetett beszámolni olyan lakásokban, ahol érzékelőt használtak a lakók. A katasztrófavédelem honlapján megtalálható azoknak a berendezéseknek a listája, amik megbízhatóan működnek, és a piacfelügyelet által is bevizsgált termékek.